Sziasztok! A mai videóban ezt a szerkentyűt. Szóval ezt a Signal White Now Touch fogfehérítő tollat fogjuk kipróbálni. Ezt néhány nappal ezelőtt kaptam tesztelésre, és igazából legszívesebben azonnal kipróbáltam volna, de úgy voltam vele, hogy nem, inkább várok, és próbáljuk ki együtt, közösen egy videóban, és így legalább ti is láthatjátok, hogy ez valójában működik-e. Én már nagyon kíváncsi vagyok rá, úgyhogy ha ti is, akkor tartsatok velem! Így néz ki a doboza a Signal White Now Touch-nak, és ez pedig maga a fogfehérítő toll. Nekem inkább egy ilyen highlighter vagy korrektor toll jut róla az eszembe, minden esetre nagyon menő és nagyon tetszik ez a vibráló kék szín. Természetesen kaptam hozzá sajtóanyagot is, amiben le van írva, hogy ez pontosan micsoda, illetve hogyan kell használni. Azt írják, hogy a benne lévő szérum fényvisszaverő kristályokat tartalmaz, így másodperceken belül fénylő csillogással veszi körül a fogaidat. A fehérítő hatás azonnal észrevehető, ez egy ideiglenes és optikai fehérítő hatás, egy nap akár többször is lehet használni, nincsen súroló hatása, nem tartalmaz peroxidot, és akár 40 csodálatos mosolyra is elegendő lehet ez a tollacska. Na de most akkor nézzük, hogy hogyan is kell használni a gyakorlatban. A dobozban lévő használati utasítás azt írja, hogy használat előtt a kupakkal együtt rázd fel. Vedd le a kupakot, majd nyomd meg 3-4-szer a tollat a megfelelő mennyiségért. Első alkalommal addig nyomogasd a tollat, amíg az ecset nedvessé nem válik. Ha túl sok termék jött ki, távolítsd el a felesleget az ecsetről a kupak segítségével. A jobb fehérítő hatás érdekében száraz fogakon alkalmazd a terméket. Egyenletesen egy vékony réteget kell felvinni egyenként a látható fogakra, a felső fogaknál fentről lefelé, az alsó fogaknál pedig lentről felfelé irányuló mozdulatokkal. Nagyon fontos, hogy az alkalmazás során ne érjen az ecset az íjhez. Ha nehezen tudod a szádat teljesen nyitva tartani, először kezd a felső fogakkal, és miután megszáradtak, jöhetnek az alsó fogak. A termék használata után hagyd a szérumot megszáradni, ez akár egy percig is eltarthat. Ügyelj arra, hogy ne töröld le a szérumot az ajkaiddal vagy a nyelveddel. Ha még ragyogóbb eredményt szeretnél, próbálj ki egy második réteg alkalmazását. Ha nem megfelelően vitted fel a terméket, egyszerűen mosd fogat és kezd újra. Az a raj, hogy nem tudom, hogy megszáradtál. Szerintem az egy felszágolt? Hát a szám az minden esetre elzsibbadt. Nekem fehérednek tűnnek a fogaim, igazából azt látom, hogy egy ilyen nagyon halványan kékes, fényes réteggel vonta be a fogaimat ez a toll. Sajnos egy-két helyen egy nagyon picit hozzáért az ínyemhez, és ott egy ilyen kis bizsergő érzés volt, nem volt egyébként vészes, de mondjuk annyira nem volt kellemes, szóval tényleg érdemes figyelni arra, hogy ne érjen hozzá az ínyetekhez a toll. De szerintem én földobok egy második réteget is, mert azt írták, hogy lehet két rétegben is használni a még szebb végeredményét, úgyhogy most felteszek még egy réteget. Azt hiszem, hogy most már megszáradt a második réteg is. Az a helyzet, hogy ha nem figyel arra az ember, hogy letörölje a felesleget a tollról, akkor így felgyülemlik ez a réteg, amit felvisz a fogakra, ez a fogfehérítő toll, és az bizony nem mutat szépen, szóval, hogyha elrontottátok és túl sokat vittetek fel, akkor inkább mossátok meg fogkefével a fogatokat, és csináljátok újra, mert így most nekem annyira nem lett szép, főleg alul. Felül egyébként még egész jól néz ki. Tetszik nekem egyébként, szóval ez így instant megoldásnak tök jó, tehát hogyha mentek valahova, vagy úgy látjátok napközben, hogy elszíneződött a fogatok, ahogyan elmondtam az elején, ez nem egy tartós fogfehérítés, ez egy ilyen azonnali optikai fehérítő hatás nyújt. Még egy kicsit ki kell tapasztalgatnom, hogy hogy is lehet a legtökéletesebb eredményt elérni vele, de egyébként nekem, akinek nagyon könnyen és nagyon hamar elszíneződnek a fogai, ez egy szuper kis
eszköz lesz egyébként, úgyhogy szerintem a táskámban magamnál fogom tartani, hogy bevethessem, hogyha úgy adódik. Egyébként ez ajánlott fogyasztói ára 4500 forint, ezt mindenki döntse el maga, hogy megéri-e neki vagy sem. Ennyi lett volna ez a mai rövid teszt, illetve első benyomásos videó. Remélem, hogy tetszett nektek, hogyha igen, akkor nyomjatok egy lájkot, kommenteljetek és iratkozzatok fel a csatornámra, ha még nem tettétek meg. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!